Nagy Jánosné, a közétkeztetési üzletek vezetője elmondta, bár az ajánlás szigorú, a gyermekek egészsége a legfontosabb. Hozzátette, a változtatásokkal csak a szülőkkel szorosan együttműködve érnek el eredményt. Pontosan ezért mi elkezdtük az óvodákba, iskolákba, a közös szülőértekezleteken, hogy egy dietetikus kolléganőnk a szülőkkel elbeszélgessen az ajánlásokról, hogy tisztában legyenek azzal, hogy amit ajánlanak, ezt a gyerekek érdekébe, illetve minden olyan lépést meg kellene otthon is tenni, amit mi itt megteszünk, mert különben csak az egyik fél törekvése nem hozza meg a várt eredményt. Az ajánlás megjelenése előtt is kiemelt figyelmet fordítottak a gyermekek egészséges táplálkozására. Alacsony zsírtartalmú húsokat és magas gyümölcstartalmú ívóleveket kaptak a kicsik. Mindenképpen törekedni kell arra, hogy az ételek alapízét érezzék a gyerekek. Itt főleg a főzelékekről beszélünk, mert ez az, amit nem szoktak meg. Tehát a sóval ízesítettnek is más íze van, meg az alap, tehát a káposztának, kelkáposztának, krumplinak természetesen az alapízét kell, hogy innentől kezdve egy kicsit jobban érezzék, de ezt megpróbáljuk átmeneti változásokkal megoldani, hogy talán, illetve bízva abba, hogy meg fogják szokni azokat az ízeket is, nem csak a só és a cukor által felfokozott ízeket. A szakember elmondta, hogy az ajánlás betartásában foglaltakra fokozatosan állnak át az étrend kialakításában.